a magasztosnak tetsző ételáldozattal, lemondunk minden túlzásról és világi szerepeink látszólagos fontosságáról. A magasztosnak tetsző füstáldozattal lemondunk szenvedést eredményező helytelen tetteinkről. A magasztosnak tetsző virágáldozattal lemondunk mulandó világunkról. Mondjuk el közösen a nem ártás, a sílák szerinti élet fogadalmait. Ahimsa, fogadalom, hogy tartózkodni fog az élet kioltásától. Asteya, fogadalom, hogy nem veszem el azt, amit nem nekem szántak. Brahmacharya, fogadalom, hogy tanítványhoz méltó életet élek, és kerülöm a szélsőségeket. Szatya, fogadalom, hogy csak igazat szólok, és nem rávalmazok. Szurámatta, fogadalom, hogy tartózkodni fog a részegségtől és a hódolattól. Törekszem az öterény betartására, az élet óvására, az elégedettségre, a megismerésre, az igazságra és a tiszta tudat fenntartására. Om Samaya Sarvam Svaha. Tisztelettel köszöntöm az Ádi Buddhát, a Gyáni Buddhákat és legkiválképpen Sákyamuni Buddhát, akinek az ünnepé miatt összegyűltünk. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, a gyülekezetet, tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, külön kiemelem tisztelettel a panumot, aki részt vesz a mai szertartásunkon. Tisztelettel köszöntök minden buddhistát és nem buddhistát. Ezen az ünnepen, ami tulajdonképpen az egyetlen olyan ünnep, ami a világon mindenhol, most már hivatalosan, most már Magyarországon is, de mindenhol, minden buddhista közösségnek egyaránt a legnagyobb ünnepe. Közös ünnep és a legnagyobb ünnepe. Ugye a Vészáknak nevezett ünnep, ami Buddha születésének, megvilágosodásának
és Panit nirvánájának az ünnepe egybe, és az idei a 2557. esztendő, amikor ezt a világon megünnepeljük mindannyian, akik Buddhát, Csákjamuni Buddhát tiszteljük és a követői vagyunk. Azért is talán nagy ünnep és fontos ünnep, mert hangsúlyozottan minden vallási közösség, minden buddhista közösség elfogadja, mindegyik most tartja a Sákyamuni Buddha évfordulóját, és mint említettem, most már az ENSZ is jegyzi, sőt Magyarországon is most már hivatalos, abban az értelemben hivatalos ünnep, mint vallási ünnep, amely köztudatban most már egyre inkább jelen van, hogy ilyenkor tehát a buddhisták a világ minden táján összejönnek, valamilyen szertartás formájában, vagy valamilyen kegyhelyet felkeresnek. Van, ahol például ezekben a napokban, éppen tegnap, ugye tegnap volt 24-én Ausztráliában, a tengerparton jöttek össze a buddhisták, és ott ünnepelték Buddhának tulajdonképpen a születésnapját. Tehát a legkülönbözőbb módon ünneplik, de egy biztos, hogy ezt az ünnepet a buddhisták nagyon fontosnak tartják. A mi közösségünk is, ugye 5 ünnepünk van, ebben részben ugye Maitreya ünnepe, Újhold ünnepe, az iskola évnyitójának az ünnepe, illetve Körösi Csoma Sándor emlék ünnepe. De az 5 ünnep közül ezt tartjuk talán a legfontosabbnak, hiszen ez tényleg arra hivatott, hogy bennünk a megvilágosodás szellemét felkeltse, arra hivatott, hogy ilyenkor végig gondoljuk azt az utat, amit járunk, tisztelegjünk a tanító előtt, akit követünk, és hát végig gondoljuk azt, hogy tulajdonképpen mi is a buddhizmus, mi is az, ami nekünk, számunkra a létszemléletünk, a világképünk, és amely tulajdonképpen meghatározza a mindennapjainkat. A mai alkalommal egy olyan témát szeretnék dharmabeszédként körbejárni, ami talán egyre inkább nyugaton is a felismerés tárgya, ugyanakkor szintén minden buddhista iskolának egy nagyon fontos központi tanítása, olyannyira, hogy bár a korai téraváda buddhizmusban nem olyan határozottan még nem rögzült tulajdonképpen olyan élesen és megfogalmazva még nem jelent meg, mint később a Mahájánában, de a Mahájánának egyik központi tanítása, illetve később a Vajrayánának is, nagyon sok irányzatának is a legfontosabb elveit foglalja össze, és ez a elvcsokor, ez a fontos elvet tulajdonképpen a jógácsárinok, a buddhista jógik tanították, ők azok, akik összefoglalták, ők azok, akik rögzítették és tanítják tulajdonképpen azt, hogy mit jelent a buddhizmusban, a buddhizmuson belül a jóga. Ugye jógácsári azt jelenti, hogy jóga mesterek, tehát a jóga mesterek tanítása. Részben talán azért is érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert, mint említettem, nyugaton is egyre több olyan, hát hogy mondjam, felismeréssel találkozunk, amikor talán szinte a buddhizmustól teljesen függetlenül, vagy néha a buddhizmusból átemelve, de mindenképpen egyre fontosabbnak tűnik, egyre inkább előtérbe kerül az a kérdéskör, amit a jógamesterek a középpontjukba állítottak. Nevezetesen, hogy mi is a jóga, egész pontosan talán onnan induljunk ki, hogy egyre inkább nyugaton is felismerik azt, hogy az életünknek a szenvedéseit, az életünk problémáit, mindazt, ami tulajdonképpen az életünkben gondként, problémaként, szenvedésként megjelenik, az tulajdonképpen a saját lelki világunk, a saját tudatfolyamataink rendezetlenségének a következménye. Ez volt a jógamesterek kiinduló pontja is. Azt tanították a jógamesterek, hogy valójában a három világ, mindhárom világ a csak egy tudatban létezik, csak a tudatban létezik. Tehát valójában, ha arra kérdezünk rá, hogy tulajdonképpen a világnak vagy a tudatunknak van-e jelentősége és szerepe
abban a szempontból, hogy azt a sok szenvedést el kell viselnünk, akkor egyértelműen a buddhista, a jóga és általában a buddhizmus kimondja, hogy bizony ennek a szerepe a szenvedéseink szempontjából bizony a lelki világunk, a tudatvilágunk rendezetlensége miatt van és amiatt fordul elő. Tehát valójában a buddhizmus ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy célirányosan és központi fogalom, központi elfként fogalmazza meg azt, hogy elsődlegesen a tudat folyamatoknak, vagy nyugatiasan szólva a lelki folyamatainknak van szerepe abból a szempontból, hogy az életünk tele van szenvedésekkel, és abból a szempontból, hogy ezeket a szenvedéseket mindannyiunknak át kell élni. Vannak olyan központi tanítások, központi elemei a jogácsára tanításnak, amelyet érdemes egy pár szóval végig gondolni. Ilyen például az, hogy mindenek előtt a jogamesterek azt vizsgálják meg, hogy a objektív világ, a dolgok, a dolog önmagában, a jelenségek, azok mennyire valóságosak, rendelkeznek-e önvalóval, vagyis egyszerűen kimondva, hogy a dolgok azok vannak, vagy sem, mert ha vannak, akkor értelemszerűen ezt az előbb említett elvet, tehát a tudatnak az elsődlegességét már nem állíthatjuk olyan határozottan. És ez az első kérdés, amit megvizsgálnak, hogy tulajdonképpen a külső dolgok, a dolgok önmagukban milyen valósággal bírnak, és arra a belátásra jutnak a jogamesterek, hogy a dolog önmagában, tehát önmagában lévő dolog, bármilyen jelenség, bármilyen dologról beszélhetünk, tehát a dolog önmagában az szubjektíve illúzió, objektíve pedig megismerhetetlen, tehát objektíve nem létezőnek tekinthető, de mindenképpen megismerhetetlen, míg szubjektíve megközelítve pedig illúzió. Ezt egy olyan fogalommal használják, ami szanszkritul úgy hangzik, hogy abhuta parikalpa, vagyis abhuta megismerhetetlen, parikalpa illúzió. Tehát a dolgok és jelenségek, amelyek körülöttünk vannak, amelyek az érzékszervi tapasztalásunkban megjelennek, nem rendelkeznek valóságos léttel, nem rendelkeznek olyan valósággal, amelyet a hétköznapi tudati szinten mi tulajdonítunk nekik. Ugye ez hétköznapi formában úgy jelenik meg, hogy valóságnak fogjuk fel a körülöttünk lévő világot. Amikor van valamilyen problémánk, akkor az első reakciónk az, hogy a külső világot hibáztatjuk, vagy a körülöttünk lévő dolgokat hibáztatjuk, vagy az embereket hibáztatjuk, akik körülöttünk vannak. És mindig kibújunk az elől, hogy szembenézzünk önmagunkkal, hogy szembenézzünk a saját lelki világunkkal, tudati világunkkal, hanem a külső dolgokba keresjük az okokat, és hát mindannyian tapasztalhatjuk nap mint nap, hogy milyen sok tragédia fakad abból, hogy a másik emberre, a körülöttünk lévő világra, a társadalomra és egyebekre ruházzuk a problémáinkat, és oda toljuk a megoldást is egyben, és azt várjuk, hogy a körülöttünk lévő világ, a társadalom oldja meg a mi problémáinkat, a mi lelki nehézségeinket. És ennek eredményeképpen bizony a boldogtalanságunk egyáltalán nem csökken, hanem azt lehet mondani, hogy egyre nagyobb és egyre mélyebb boldogtalanságba, szenvedésbe, szomorúságba torkolik az emberi élet, ahonnan legtöbbször valamiféle katasztrófa útján próbálnak az emberek kijutni. Tehát az első nagyon fontos konklúziója ennek a szemléletnek az, hogy a külső dolgoktól az ember nem várhatja a megoldását a problémáira, hanem a lelki, a tudati folyamatait kell valamilyen módon rendeznie, azt kell megvizsgálnia és rendeznie ahhoz, hogy a buddhista terminológia szerint a megvilágosodást, de hétköznapi terminuszokkal nyugodtan mondhatjuk, hogy a boldogságát, a rendezettséget, az élet értelmét realizálni tudja, meg tudja valósítani.
Ez az egyik legfontosabb állítása a jógácsárinoknak, a jóga mestereknek, tehát hogy nincs mit keresni a külső világba. Nincs semmi olyan sehol soha az érzékszervi tapasztalás tárgyai közül, amely boldogságot tudna hozni az embernek. Semmi olyan nincs körülöttünk, amely igazi boldogságot tudna hozni a lelkünknek, a tudatunknak. Éppen ezért el kell kezdeni keresni azt a forrást, azt a pontot, azokat a belsőbb lelkiállapotokat, tudatállapotokat, amely mentén el tudunk indulni a rendezettség, a tudati rendezettség és a tudati béke felé. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen tudjuk, hogy már a hindu jóga, nevezetesen Patanjali jóga szútrája már megfogalmazza azt a fontos elvet, hogy a jóga a citta vritti nirodhája, tehát a tudat modifikációk, a tudat folyamatok, a tudat módosulásoknak a megszüntetése, tehát tulajdonképpen jógának már a hindu jóga is azt nevezi, amikor a tudati folyamatokat, a lelki folyamatokat az ember képes nirodházni, leküzdeni, kontroll alatt tartani, először mindenképpen megismerni, majd a később leküzdeni, kontroll alá venni, végső soron azt is mondhatjuk, hogy megszüntetni, hiszen a nirodha ezt is jelenti, de igazából véve itt a kontroll, az uralom, a uralmon van a hangsúly, tehát a tudat folyamatok kontrollja és ellenőrzése, ez a jóga, így határozza meg a Patanjali a jóga szutrában. Ezzel részben egy kicsit eltérően, de részben megegyezően a buddhista jóga a következőképpen határozza meg ugyanezt, amikor megkérdezzük, hogy mondjuk mi a jóga, mi a buddhista jóga, akkor azt mondja, hogy abhutaparikalpa vai citta nirodha, tehát vászana vai citta nirodha, tehát az abhutaparikalpa a objektíve nem létező, szubjektíve illúzió jelenségekből fakadó vászanáknak, tehát lenyomatoknak, szennyeződéseknek a megszüntetése. Vagyis nem citta vrittiknek, tudat folyamatoknak a megszüntetéséről beszél, hanem a vászanáknak a megszüntetéséről, mert a vászaná az egy olyan fogalom a jógácsárinok, tehát a jóga iskola szerint, amely a lelkünkben, a tudatunkban elraktározódott, meglévő szennyeződéseket jelenti, vagyis a tudatnak azokat a modifikációit, amelyek megakadályozzák, hogy a megvilágosodást elérjük, megakadályozzák azt, hogy boldogok legyünk. Mik ezek a szennyeződések? Ilyen szennyeződés például az, hogy a korábbi cselekedeteinkből a tudatunkba maradnak lenyomatok, ilyen emlékképek, mindenféle ilyen rég múlt történések, mindenféle események, az események következményei, és ez mind-mind lerakódik a tudatunkba, és tulajdonképpen megakadályozza a tudat folyamatait, a tudatot magát, hogy egy tiszta szintre emelkedjen, tehát kvázi bent tartja a szanszárába, a szenvedések világába a tudatot. De ilyenek például azok a lenyomatok is, amelyek abból fakadnak, hogy nem tudunk a jelenre összpontosítani, hanem vagy a múltba, vagy a jövőbe, vagy valamilyen fantáziavilágba élünk, de semmiképpen nem a jelenbe, és ez szintén megzavarja a tudatot, és megakadályozza azt, hogy a megvilágosodást elérjük. Vagy ilyen vászanák tudnak lenni az emlékképeken túl, azok a szennyeződések, amikor nem tudunk koncentrálni valamilyen tárgyra, hanem az érzelmeink, az érzelmek sokasága, a gyűlölködés, a harag, az indulat, a tudatlanság, a stressz és egyéb lelki szennyeződések elhomályosítják a tiszta tudatot. Vagy ilyen az, amikor a vágyaink sokasága elhomályosítja a tiszta tudatot. Vagy ilyen az, amikor a gondolkodásunk össze-vissza csapong, és képtelenek vagyunk azon a jelen pillanaton maradni gondolatilag, amely
miatt szintén elhomályosul a tiszta tudatunk. Tehát a vászana, ez egy összefoglalója mindannak a szennyeződésnek, amely megakadályozza azt, hogy a ténylegesen tiszta, a valóságos, legbelsőbb, tényleges tudatunkat átélhessük. Ennek eredményeképpen tehát ez a vászana minket egy szubjektív, objektív, alany, tárgy, dualitás állapotba helyez minket, tehát emiatt vagyunk egy duális lelki állapotba, emiatt tapasztaljuk az objektivitás és szubjektivitás kettősségét, holott a tudat eredetileg az objektivitás és szubjektivitás feletti principium. Túl van ezen a kettősségen a tudat, a tiszta tudat természete. Ilyen értelemben tehát ezek a szennyeződések következtében a lelki világunk, a tudatunk belezuhan ebbe a dualitásba, belezuhan a létforgatagba, a szanszárába, a szenvedések világába, és különböző síkokon és szinteken kell a különböző szenvedéstípusokat átélnünk. A tudatban tehát van egy hierarchia. Egymásra következő tudatállapotok, lelki állapotok helyezkednek el. Van a kezdet kezdetén, amikor még a világot naív, realista módon azt gondolom, hogy az valóság. Aztán később fokozat, és ebből a valóságból fakadnak olyan kimozdító emóciók, érzelmek, amelyek bennem zavart keltenek, vászanák keletkeznek, és ez a tudatot mozgásra kényszeríti. Tehát vannak olyan alacsony szintek, amikor még ennek a képzetnek a következtében bizony a lelki világom rendezetlen. Aztán fokozatosan a megismerés során eljuthatunk odáig, hogy ráébredhetünk arra, hogy az objektív világ az nem valóság, hanem csak illuzórikusan ott táncol körülöttünk mindaz a sok jelenség, amelyet a tudattal elindítunk, amit a tudatba fantáziálunk, ennek eredményeképpen erre való ráébredéssel visszatérhetünk a saját lelki világunkhoz, elkezdhetünk dolgozni azon, hogy hogyan tudjuk ezt a csapongó vászanákkal telített tudatot megtisztítani, hogyan tudjuk megfékezni ezeket a fékevesztett folyamatokat, és egyre magasabb és magasabb, hierarchikusan egyre magasabb tudati szinteket, lelki szinteket tudunk realizálni, amivel közelíthetünk a teljes megvilágosodás felé. Ilyen értelemben tehát a hierarchia az azt jelenti, amit később ugye a tibeti buddhizmusban Lam Rimként különböző iskolákba rendeztek el, hogy milyen típusú ember számára, milyen típusú gyakorlatok szükségesek, és egyre magasabb szintekre léphet az ember, egyre jobban, egyre inkább szembenézhet önmagába, egyre inkább megvizsgálhatja önmagát, és egyre inkább kiküszöbölheti azokat a vászanákat, akadályokat, amelyek a tiszta tudat megélése előtt állnak. Tehát ez a kettősség, ennek a kettőségnek a legyőzése, illetve a lelki állapotunk, tudatállapotunk hierarchiáján belül egyre magasabb és tisztább szintekre való emelkedése, tulajdonképpen ez a lényege annak, hogy az ember ez a gyakorlatok hétköznapi szinten elveszett és boldogtalan ember bizony ráébredhet a saját végtelenségére, ráébredhet a tudat végső tisztaságára, ráébredhet a szenvedésmentességre, tulajdonképpen ráébredhet a boldogságra, és így módon a szenvedéseit legyőzve boldoggá válhat. Hiszen éppen ezeknek az elveknek a következtében mondhatjuk ki azt, hogy az ember előtt, egész pontosan a megvilágosodás elérését tudati szennyeződések, tudati akadályok gátolják. Tehát nem a külső körülmények akadályozzák meg a tudatot abban, hogy boldog legyen, nem külső feltételrendszer hiányzik ahhoz, hogy a megvilágosodást elérjük, nem valamiféle külső segítség, vagy akár még a legmagasabb segítség, a mester, vagy valami másnak a hiánya az, ami miatt mi szenvedünk, hanem egyszerűen amiatt szenvedünk, hogy a lelki világunk rendezetlen, tisztátalan, csapongó, tele van szennyeződéssel, tele van vászanával, érzelmekkel, gondolatokkal, vágyakkal, olyasmikkel, amelyeknek szintén nincs valósága,
de valóságnak tűnnek fel, és a valóságként feltűnésük eredményeképpen körülöttünk ott van egy világ, és ennek következtében bizony már a szubjektív és objektív kettősségében szenvedünk. Amikor tehát ez a kimondatik az az elv, hogy a megvilágosodás akadálya kizárólag tudati természetű jelenségekből áll, akkor ez egyben ünnep is abban az értelemben, hogy az ember ráébredhet arra, hogy itt van egy út, egy ösvény, amit Csákjamuni Buddha 2557 esztendővel ezelőtt, most mindegy, hogy most ez a születés, vagy a megvilágosodás, vagy a parinirvána évfordulója, ezt egyben ünnepeljük, de durván 2500 esztendővel ezelőtt kinyilatkoztatott, először is megtapasztalt, végigjárt, ráébredt, felébredt és kinyilatkoztatott, hogy bizony ember, itt vagy a Földön, itt élsz a Földön, szenvedésekkel telítetten, különböző típusú szenvedések, fájdalmak közepette, holott szembe kellene néznünk avval, szembe kellene néznie az embernek avval, hogy bizony a saját maga tudatlansága következtében kell ezeket a szenvedéseket elszenvednie. Buddha volt talán ebben az értelemben, most nem más vallásokat nem akarok ilyen szempontból megítélni, de Buddha mindenképpen nyílegyenesen és célirányosan kifejtette a lényegét tulajdonképpen majdnem minden valláson, de legalábbis a vallás lényegét, hogy itt vagy ember, egyetlen dolgod van befele fordulni, megvizsgálni önmagad, észrevenni azokat a vászanákat, azokat a rendezetlenségeket, amelyek a lelkedben ott duhajkodnak, mint a gonosztevők egy városba, és bizony el kell indulnunk abba az irányba, hogy hogyan tudjuk megtisztítani ezektől önmagunkat, hogyan tudjuk levetkőzni ezeket a gyengeségeket, negatív érzelmeket, téves gondolatokat, a csapongásainkat, a múlt és jövőbe való csúszkálásunkat, hogy komolyan vegyük a jelent, hogy komolyan vegyük a cselekvést, amit éppen végzünk. Nos, tehát talán azt lehet mondani, hogy ez a lényege, ez a legfontosabb lényegi tanítása a jógácsárinoknak, hogy csak tudat van. Nincs az objektív valóság, vagy megismerhetetlen, és akkor nem kell vele foglalkozni, vagy illúzió, és akkor megint csak nem kell vele foglalkozni, vagy objektíve megismerhetetlen, szubjektíve illúzió, de semmiképpen sem kell vele foglalkozni, hanem amivel foglalkoznunk kell ahhoz, hogy egy vallási életet éljünk, hogy a megvilágosodást elérjük, az az, hogy bennünk milyen állapotok uralkodnak, hogy a belső lelki világunkat milyen állapotok uralják, és ezen az úton, ennek a felismerése nyomán el kell indulni azon az úton, amely jobbára olyan jellegű technikákból áll, egymásra épülve, hogy először szemlélni kell a bennünk lévő állapotokat, mindenek előtt a testi állapotokra gondolok, az érzelmi állapotunkra gondolok, a gondolkodásunkra gondolok és a vágyainkra gondolok. Azután meg kell tanulnunk, a szemlélés után meg kell tanulnunk összpontosítani, meg kell tanulnunk koncentrálni, összevonni a tudati erőket. Ugye ez a koncentráció gyakorlat, aminek a jóga mesterei tulajdonképpen igazából ők ugye a koncentrációs gyakorlatokat ők vitték talán a legmagasabb síkra, szintre, és legvégül pedig a csendes meditációba átvinni tulajdonképpen azokat az erőket, amelyek itt koncentráltan megjelennek, amely felolvad ebbe az ürességbe, és a tudat a kettőségektől megszabadul. Ez tehát az út, amit a jógácsárinok, a jogamesterek ajánlanak, amit tanítanak, és tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a mostani 21. században, ezekben az években azt láthatjuk, hogy a világban egyre többen kezdik felismerni azt, hogy
hogy nem a környezetünket kell okolni a problémáinkért, egyre inkább kezd előtérbe helyezni, részben a buddhizmus kapcsán is, hiszen ez a buddhizmus közvetlen tanítása, központi tanítása, de talán más forrásokból is, talán maga az ember ébred rá, hiszen gondoljunk bele, hogy nyugaton már minden vágyunk teljesül, már minden lehetséges igényünk kielégül, és a boldogság nem hogy közelebb kerülne hozzánk, hanem egyre távolabb kerül. Tehát szükségszerűen a nyugati ember egyre inkább felismeri azt, amit Buddha tanított, egyre inkább ráébred arra, hogy nem a külső dolgok fogják megoldani az életünket, hogy tartalmas és gazdag és boldog életünk legyen, hanem csak is akkor tudjuk ezt realizálni, akkor tudjuk megvalósítani, hogyha saját magunkban lévő folyamatainkra, saját magunk lelki folyamataira, tudat folyamataira vagyunk képesek hatással lenni, ezeket megtisztítani, ezeket a rendezetlen lelki állapotokat megszüntetni, és végül, legvégső soron, ahogy Buddha, Sákyamuni Buddha megvalósította, legvégső soron a megvilágosodást elérni. Ilyenkor Vészák ünnepe alkalmával megemlékszünk Sákyamuni Buddháról, de talán még fontosabb az, hogy megemlékezzünk a dharmáról, hiszen Buddha dharma testben él, dharma testben van itt közöttünk, és amikor a dharmáról beszélünk, amikor a dharmát megjelenítjük, akkor Buddha jelenik meg a köreinkben. Úgyhogy Vészák tulajdonképpen a Buddha megjelentése a dharmán keresztül, és a dharmának talán a központi fogalma, a központi gondolata mindenképpen az, hogy ember, üljél le, csukd be az érzékszerveidet, kutasd fel önmagadba a szennyeződéseket, a tisztátalanságokat, és ezáltal realizáld a tiszta tudatot, a végtelen, tiszta, mindent tartalmazó tárház tudatot, az Alaya Vizsnyánát, ahogy a jogácsárinak mondják, mert ez a nirvánának a helye, ez a békének a feltétele, ez a megvilágosodásnak a lehetősége. Köszönöm szépen! Röviden, hogy volt nálunk a szertartása. Tudom, hogy tudjátok, de azért ismétlünk. Szertartás első 4 lépése arról szólt, hogy hogyan közelítsük meg a tanítást, tehát hogyan tisztuljunk meg, hogy üres edényként tudjuk befogadni a tanítóbeszédet. A tanítóbeszéd megtörtént, tehát erről szólt ugye az első 5 lépés. És a 6. lépéssel pedig a bodhiszattvák ösvényére lépünk. Elindulunk a nagy úton, és a nagy útnak a kapuja az a bodhiszattvák fogadalmának a letétele. Tehát ez történik meg először, majd utána végig mondjuk a bodhiszattva szinteket, ugye a 10 paramitának a szintjei, ami egyébként a stúpán innen indulnak fölfelé, tehát ezek a stúpán fölfelé a különféle a stúpa nyakának tulajdonképpen a szintjeit képviseli. Majd ezt egy mantrával megerősítjük az utunkat, és a végén pedig, hogy mondják, a 10. búmin elnyerjük a buddhák áldását. Ugye ezt képviseli a mantra, Szomoni Muni Mahamuni Sákyamuni Szvaha, ugye Sákyamuni Buddhának a névmantrája, ahol azt kell elképzelnünk, hogy az előttünk megjelenített, megvilágosodottak, és leginkább középen pedig Sákyamuni Buddhából fények áradnak, és ezek a fények a szabadság, a nem múló boldogság és a minden tudás fényei. Ugye kétfajta meditációt lehet alapvetően megkülönböztetni, az egyik, amelyik úgy fedezi fel a vászanákat és a tudat természetét, hogy leállítja a folyamatokat. Tehát ez ugye a csendes ülő meditáció. A másik, az minél hangosabb meditáció, tehát mozgunk, éneklünk, elképzelünk dolgokat, kézzel is kísérjük ezeket. Ezek pedig arra szolgálnak, hogy külső eszközökkel elképzelve, megidézve fedezzük fel ugyanezt. Tehát ez két alapvető módszer, ezeket nagyon sokszor kombinálják is. Amikor szertartást végzünk, akkor a második fajta meditációs gyakorlatot végezzük. Egyik sem jobb a másiknál, erről nagyon nagy viták voltak a buddhizmusban, tehát a mozgásos meditációs gyakorlatok, vagy a nem mozgásos meditációs gyakorlatok. Ez tehát mozgásos meditációs gyakorlat, végigjárjuk az ösvénynek a lépéseit, és a végén elképzeljük, hogy elnyerjük
a Buddhának, vagy a Buddháknak az áldását, aminek ugye a három kája szintű megtapasztalása, ugye a Nirvana kája, az a végtelen szabadság, áldása vagy ereje, ami eltölt minket, Szambol kája, az a végtelen nem múló boldogság, és a Dharma kája, az pedig a minden tudás. Tehát, hogy amikor ezt a gyakorlatot végezzük, akkor segítjük a vizualizációval a gyakorlatot, segítjük az énekléssel a gyakorlatot, de leginkább éreznünk kell. Tehát az a lényeg, hogy az ember ezt érezze, és ne talántán, hogyha egy ilyen gyakorlat után föl kell, akkor ha szabadabbnak, boldogabbnak és okosabbnak tapasztalja magát, akkor a gyakorlat működik. Mert itt külső eszközöket használunk, hogy felfedezzük. A meditációban, amikor meg belső, tehát belülre utazunk, ugyanezt kell megtennünk. Csak ott az ember a tudat szintjein keresztül halad, és fedezi fel ugyanezt az állapotot. De még mielőtt ez megtörténne, ugyanis ma Sákyamuni Buddha napján tartjuk a kívánságteljesítést, a kívánságszertartást is. Mindenki előtt van egy fehér papír, föl kellene írnia azt a kívánságot, amit szeretne magán megváltoztatni a elkövetkező egy évben. És ugye legyetek kedvesek, ne az legyen a kívánság, hogy a szegénységemet szeretném megváltoztatni. Azt mondja, hogy a szellemi szegénységemet az jó. Tehát olyan dolgot kéne fölírni, amit az ember magában szeretne megváltoztatni, szeretném megváltoztatni a haragos gondolataimat, vagy nem tudok kiállni a saját elképzeléseimért ezeket. És aztán nem úgy teszünk, mint a kínai, vannak a kínai szélsőséges buddhista vonalak, akik ezt lenyelik, mi nem nyeljük le, hanem összecsomagolja az ember, lesz a végén ennek a kívánságteljesítés, a 11 fejű Avalokiteshvárának a kívánságteljesítő dharánia lesz a végén, ami ezt megszenteli, ezt a kívánságot, és utána ezt haza kéne vinni, és hát lehetőleg, hogyha az embernek van oltárja, akkor arra, ott valahol elhelyezni. És majd jövőre, amikor megint megtesszük a következő kívánságunkat, akkor meg kell nézni, hogy mit írtunk tavaly. Addigra már el fogjuk felejteni, de a buddhák sosem felejtenek, hogy ez egy, tulajdonképpen ez egy szintén egy gyakorlat, amit így évről évről, hogy az ember megcsinál, vagy elvégez, akkor nagyon jól mérheti a saját tudati fejlődését. De egyébként nagyon nehéz mérni. Szóval, amikor ezt kéne fölírni, még mielőtt bármi is elkezdődne, akinek képességei vannak, annak tollatra nincs szüksége, beleégeti a tudatával a papírba. No, és amikor tehát fölírtuk, akkor kezdjük, letesszük a bódhiszattva fogadalmakat, rálépünk a bódhiszattvák ösvényére, eljutunk odáig, hogy megkapjuk a buddhák áldását, és utána pedig két meditációs gyakorlat fajtával szoktuk ünnepelni a buddha születését, megvilágosodását és távozását. Az egyik az, hogy végigjárjuk a megvilágosodás lépéseit, tehát annak a négy lépését meditációs gyakorlatként, vagy a másik lehetőség, ami a zenes, hogy magának a megvilágosodott állapotnak, az állapotát keltjük föl meditációval. Mi ez az állapot? Ez az az állapot, ami a tudat teressége, amiben abban a pillanatban, amikor megszületik egy gondolat, abban a pillanatban el is múlik. És akkor megvilágosodunk. Ugye erre utal az, hogy egy napon ünnepeljük Buddha születését, megvilágosodását és távozását, mert ha a tudatunkban valami abban a pillanatban, hogy föl kell, rögtön rápillantunk és elengedjük, akkor megtörténik a megvilágosodás. Nem tudjuk, hogy tényleg Buddha ugyanazon a napon születette, világosodott meg és távozott, de ez egy óriási tanítás, hogy egy napon van ez a három, mert arra utal, hogy ezt meg lehet csinálni. Csak ehhez nagyon tiszta, ellazult éberséggel kell a tudatban felmerülő jelenségek felé fordulni, és ezt az állapotot, ezt a teres, spontán, nyitott állapotot utána megpecsételjük a Szívszutrával, ami pedig pontosan erről az állapotról beszél, és arról beszél, hogy ez az állapot mit nem tartalmaz, mind van túl, mind kell túllépnünk ahhoz, hogy ebben időzzünk. Itt tehát nincsen semmiféle képzelet már, nincsen semmiféle tudatunkkal végezni való, hanem egyszerűen ellazulunk az éber jelenlét kiterjedésében, és recitáljuk a Szívszutrát, majd utána pedig következnek a kívánságok. És a kívánságoknál történik a végén az a kívánság mantra, amivel megszenteljük a kis cédulát is. És aztán ezt el kéne majd szépen csomagolni, és aztán hazavinni. Mindenkinek világos, mert nekem már nem. Kérdés nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a Sákyamuni Buddha mantráját énekeljük,
akkor a hanggal együtt jönnek ugye a fények, ezek eltöltenek minket, ezért nevezik a Mahájána szertartásokat áhítat szertartásoknak, mert itt tulajdonképpen a Buddha állapotban próbálunk időzni, annak az áldását kapjuk meg, de ezt csak azért kaphatjuk meg, mert bennünk is bennünk van. És így fedezünk föl, majd utána elengedünk mindent, időzünk a felkelő gondolat és az eltűnő gondolat megvilágosodásának az állapotában, és aztán pedig recitáljuk a szívszutrát, és a végén ugye, a legvégén pedig a szertartás záró kívánságokat mondjuk el, és ezzel megáldjuk tulajdonképpen ezt a kívánságunkat is a következő évre. Most pedig mondjuk el közösen, mi buddhisták, a bódhiszattva fogadalmakat. A szenvedő lények számtalan, fogadom, hogy minden segítségére leszek. A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mindtől megszabadulok. A tanítások sokrétűek, fogadom, hogy mindent megismerem. Az útra teljessége elérése, fogadom, hogy érintem. Hogy a dharma hiteles tanítója legyek, megvalósítom a bódhiszattvák 10 tökéletességét, az örömteli adakozás tökéletességét, a makulátlan erkölcs tökéletességét, a fényt hozó türelem tökéletességét, a sugárzó tetterő tökéletességét, a rendíthetetlen elmélyedés tökéletességét, a legfőbb bölcsesség tökéletességét, a messzireható jártasság tökéletességét, a rendületlen odaadás tökéletességét, a jól uralt erők tökéletességét, a tan átadásának tökéletességét. A Téraváda és a Mahájána iskolák tanait szentként kezelem, a magasabb emberi értékekre törekvőknek részvéttel és jó akarattal, megismerésre és bölcsességre épülő tanításokkal hirdetem a dharmát. Életmódommal példát mutatok, nem térítek. Az igazság keresőit, a nekik megfelelő módszerekkel, a felszabadulás túlpartjára vezetem. Om Dharma Paramita Bhum, Om Shira Paramita Bhum, Om Shanti Paramita Bhum, Om Virya Paramita Bhum, Om Jnana Paramita Bhum, Paramita Bhum, Om Maya Paramita Bhum, Om Pranidhana Paramita Bhum, Om Bala Paramita Bhum, Om Jnana Paramita Bhum. Oh.
Thank you.
felébredés drága szelleme, az értelem és jó szándék jelenjen meg mindazokban, akikben még nem született meg. Azokban, akikben már megszületett, ne gyengüljön, hanem egyre növekedjék. A Buddha három testének áldása által, a tan nem változó igazságának áldása által, a közösség rendíthetetlen óhajának áldása által teljesüljenek be e felajánlás jó kívánságai. Ezen erények által valósítsa meg a megszabadulást, hogy önzetlenül és bölcsen vezetve az úton a szenvedőket, minden lény elérje a boldogságot és minden tudást, a tökéletes utasságot.
Most köszönjük a együttünneplést. Tartunk egy szünetet. A nagy teremben lehet fogyasztani, enni, inni valókat, és utána a szünet után visszatérnénk ide a nagy teremben. A Zoli vezet egy gyakorlást. Előtte lesz egy közös mantra énekés, és utána a cső gyakorlat. Gyakorlat, és azután pedig a menedékvétel lesz a másik terembe, tehát aki menedéket akar venni, az akkor majd jöjjön át a nagy terembe, a sarokdarmába, és ott lesz egy menedékvétel. Van olyan, aki szeretne ma buddhista lenni, van jó rendben, akkor ott találkozunk a nagy teremben a gyakorlás után. Még egyszer köszönöm, hogy együtt ünnepeltünk, mindenki fáradjon a nagy terembe, ennyi. 15 percig.